miért álltok itt az ég felé nézve? Ezt a kérdést teszik fel az angyalok a tanítványoknak, akik épp áttélték Jézus mennybe meneteit, és megdöbbenten bámulják a fellegeket. Meglepő a fehér ruhás, égi küldöttek kérdése. Logikusnak tűnik, hogy megrökönyödötten az égre szegezik a tekintetüket a tanítványok, miután mindezt áttélték. Miért törik meg az angyalok az áhítattal teli döbbenet csendjét? Isten küldöttei nem ünneprontók, épp ellenkezőleg. Ők irányítják a tekinteteket a helyes irány felé, hogy mindenki felismerje a helyét és feladatát. Ezért jelennek meg az angyalok a betlehemi éjszakában, húsvét hajnalán a sírnál, és Jézus mennybemeneteit követően. Segítenek meglátni a lényeget. Az égi küldöttek a sötét betlehemi éjszakában a riadt pásztorok tekintetét a jászol felé fordítják. És azok elindulnak megkeresni a gyermeket, és amikor megtalálták, ráébrednek, hogy a megígért messiással találkoztak. Az angyalok határozott kijelentésükkel helyre zökkentik az üres sírt, döbbenten szemléli asszonyok gondolatait. Nincs itt, hanem feltámadt. Ez a mondat kell ahhoz, hogy megértsék azt, amit látnak, és ráébredjenek arra, hogy az üres sír megváltás titkáról beszél. Az üzenet cselekvésre sarkalja az asszonyokat, és így válnak dermedt szemtanukból a feltámadás hírvivőivé. Az ég felé bámuló tanítványoknak is arra van szükségük, hogy megnyissák a szemüket. A fehér ruhás küldöttek kérdésükkel, miért álltok itt az ég felé nézve, fel akarják rázni őket. Mert a mindenkori tanítvány feladata nem a megállás, hanem az, hogy amit áttélt és megtapasztalt, azt továbbadja is, így töltse be Jézus útnak indító parancsát. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tovább indulásra szólít fel az angyalok kérdése. Mert a mennybemenetel nem egy záró momentum, ahol meg kell állni, ahol valami véget ér. Épp ellenkezőleg. A tanítványok feladata és küldetése itt kezdődik. Miért álltok itt? Az angyalok kérdése bennünket is megszólít. Nem csupán szemléljük a megváltás eseményeit, hanem adjuk tovább mindazt, amit áttéltünk, amire ráébredtünk. Az a feladatunk nekünk is. Mesterünk mai tanítványainak, hogy Jézus megváltó szeretetének hírvivői legyünk mi is. Amen.